augusztus 15-én rendezték meg idén a Lágymányosi Kajakkenu kupát. A jövőre már fennállásának 60. évét ünneplő Sparinál hagyománynak számít, hogy minden nyáron megrendezik az utánpótlásnak ezt a versenyt. Idén is vidámság és élénk érdeklődés övezte az eseményt. Ez egy viszonylag családias egyesület, de a magyar ranglistán azért az első 5-ben szoktunk lenni, és közel 200 gyereknek adunk sportolási lehetőséget minden évben. 8-10 éves kortól várjuk a gyerekeket, azokat a gyerekeket várjuk, akik már úszni tudnak, hiszen azért itt a vízen muszáj, hogy vízbiztosak legyenek. Mindenkit nagy szeretettel várunk, fiúkat is, lányokat is, a lány kenusokat is nagy szeretettel várjuk, hiszen ma a lány kenu után az egyik legkönnyebben sikersportággá válható szakák, hiszen ugye ez egy új olimpiai sport, de most lesz először az olimpiai programban benne, remélhetőleg, hogyha jövőre lesz olimpia, akkor éremmel tudunk hazajönni, és azért titkos esélyesünk van, aki még ki is juthat esetleg az olimpiára. Azért mi adtunk olyan sikeres sportolókat ennek a sportágnak, mint Kovács Kati vagy Kolomics György, úgyhogy reméljük itt vannak az újak is. A programban nem csak a 11. kerületiek nevezhettek, ezúttal az Építők Margit Szigeti Diák Kajak Klub is csatlakozott az eseményhez. Nagyon kellemes környezetben vagyunk, nagyon szép a természet itt, és öröm nézni, ahogyan újul meg a környék, úgyhogy nagyon kellemes helyre sikerült most szerveznünk ezt a versenyt. A lágymányosi Sparit 1961-ben a budai Spartacus égisze alatt Dávid Géza alapította. Az azóta is töretlen lelkesedéssel és nagyszerű eredményekkel működő, szinte egész Dél-Budát lefedő kajakkenu egyesület folyamatosan várja a jelentkezőket, fiúkat, lányokat egyaránt, akár már 8 éves kortól.